közösségében. Ámen. A himnusz eléneklésével kezdjük Jászisten tiszteletünket, mindnyájan egy szívvel lélekkel énekel a Isten szín előtt. Kiemelt alkalommal, különösképpen is a
Mindenható élő Istennek színe előtt számadás egy halállal végérvényesen e földi életben megpecsételt emberi személyiség emléke előtt, és a mindenható Istennek ez az örökkévaló jelenléte kíséri őt a mulandóságból az örökkévalóságba. Bármilyen előzmények és bármilyen következmények közepette ért is el életének végső földi mérföldkövéhez. Ahogyan a költő mondja, olyan mindegy, milyen kapunk suhanunk át a végtelenbe. De a végtelenbe átsuhanásnak a mindenható Isten mindenütt jelen való színe előtt kell végbe mennie, hogy ne negatív örökkévalóság feledésének pusztulása, hanem pozitív örökkévalóság harmóniájának teljessége köszöntsön rá a halálon túl, és lejá a halálon innen, hogy a mindenható Isten személyes jelenlétének színe előtt emlékezünk meg Kébíró Sándor testvérünk életéről, haláláról és reméljük feltámadását, az bibliai, teológiai, evangéliumi alapon a hívők számára magától értetődő. A nem hívők számára pedig a visszakövetkeztetés abban áll, hogy az anyagi világ mögött működő energetikai folyamatokat csak úgy láthatják immár manapság természettudományos exakt alapon, hogy a mögött nem járulékosak, hanem ős jelenségként a szellem található, a 20. századnak 21. században átjövő döntő fizikai tétele szerint E=mc² az energetikai, állandóan működő világ mindenség úgy működik, hogy benne az anyagi tömegek egy szellemi matematikai együttható. A fénysebesség négyzete kormányozza annak a hányadosa szerint válik mindig az energia anyagi létezővé, és amit mindenki tud manapság, annak a szorzója szerint az anyag az atomrobbanásban mindenestől anyagi létezési formáját haladva energiává sugárzódik szét. Ezért a világanyag, világenergetika mögött csak a világ szellemet láthatja a mindenható Istennel, Jézus Krisztusban és a Biblia igényének lelkében még nem találkozó, nem hívő ember is. És ez a világszellem, mint információ, csak nyitott lehet a végtelenre, és a személyes végtelen személyre, Istenre, hiszen a nem nyitott szellem becsavarodott szellem, és már 21. századunk világa eléggé őrült világá lett. Az atomok működésétől a galaktikák járásáig mégis egy csodálatos isteni rend működik benne. A világ mindenség tárgyilagosan szellemi, mert matematikailag gondolható, de valannyian nem szellemi, mert nem gondolkozik matematikailag. Mi bennünk azonban a kozmosz evolúció öntudatában ez a tárgyilagos szellemi mindenség valannyian szellemi mindenségé lesz, és alkotója a szellemet alkotott az emberséges antropikus világ mindenségben csak személy fölött ilyen személyes lehet, és nem volt anyagi
személytelen energetikaink el jelenség. Ezért, amit nem hívőknek mondja a második világháború poklában Hitler halt, Mártin halált halt gondőfe, wir leben auch ohne Gott, vor Gott, mi Isten nélkül is, Isten előtt élünk. Ezért ez a mi mai alkalmunk nem felületes kutatásoknak, elítéléseknek, megítéléseknek, felmentéseknek, újabb bizonytalanságban hagyó pokoli káoszoknak alkalma, nem bírósági tárgyalás, nem politikai nagygyűlés. Gyász Isten tisztelet, amelyben az örökké valóság kumulája, magába foglalja az idő felettiséget, az időt, életünk rohanó áramait, árnyalatait és összefüggéseit, panorámáit és precizitásait, úgy, ahogyan Kébíró Sándor testvérünk élete, mely a születéssel indul, világnézete, mely kibontakozott férfiasságában az ő állandó magatartás formáját jelentette, és végül élete végének halálos kálváriája egy olyan rajta túlmutató üzenetet